4 magyar bajnoki cím, Vásárvárosok kupája győzelem, olimpiai és Európa bajnoki bronzérem, 2 világbajnoki negyeddöntő. Próbáltuk csak a legfontosabb sikereit kiemelni a Ferencváros és a magyar válogatott élő legendájának, Rákosi Gyulának a pályafutásából. Az FTC örökös bajnoka szűk 2 hét múlva lesz 85 éves, vagyis már 70 éve annak, hogy a Fradi igazolt labdarúgója lett. Vitatkozni sem lehet azon, hogy ez a gazdag pályafutás könyvet ér, mely most meg is született 70 éve a Fradiban címmel, Cégány Pál tollából, a Honvédelmi Minisztérium sportért felelős államtitkársága támogatásával, a Magyar Sportújságírók Szövetsége Nagy Béla programjának keretében. A könyvet ünnepélyes keretek között mutatták be a Grupama Arénában, ahol egyben megnyitották a Fradi Múzeum 11. időszakos tárlatát, a Rákosi Gyula kiállítást. Ő úgy élte az életét, hogy nagyon magas morális mércét állított fel önmagával szemben, ritkaság az ilyen, önmagával szemben, és velünk szemben is. És az hagyján, hogy ezeket a mércéket felállította, hanem ezt be is tartotta, és be is tartotta. Ami mindenki ismeri a saját életét, én csak a saját módot tudok beszélni, hogy nagyon sok morális mércét felállítottam magamnak, és néhányban elvesztem. De van, aki így Gyula bátyám sem veszte a morális mércét, ezt nem vesztette el. A másik, amit számolgattam, hogy 124 év telt el. És a 124 évből, amit a visszaletett klubunk megélt, abból 70 esztendő az a ő társaságában, tehát több mint a fele, 55%-a az ő társaságában telt el. Eszembe jut az 50-es évek, amikor a falellátó volt, és a dobogtak és hajtották azt a kinizsit, mondjuk őszintén megmondva, hogy akkor nem volt valami erős, mert szétszették, és igyekeztek, és hál' Isten sikerültek. És ahogy a mostani példa mutatja, megint lett Fradi szív, jönnek a szurkolók, én csak azt kérném eléjük, hogy ne csak akkor szurkoljanak, amikor jól játszik a csapat, mert akkor könnyű szurkolni is, hanem akkor szurkol a legjobban, amikor nem megy a csapatnak. Bízom benne, hogy nem lesz probléma, és minden, ami jó, ami szép, fogják hozni a szurkolót. Befejezésképpen egy emlékkönyvben, elnézést. Fradi emlékkönyvében lenne, beírnám most azt, hogy itt a fehér lapra mit írjak, hogy szépet? Az öröm és boldogság ne hagyjon el téged. Barátságunk szentjelő, ideírom nevem, és ha érdemesnek tartod, őrizd az emlékemet. Hajrá Ferencváros, Isten óv Magyarországot! Köszönöm szépen! Mit szól ez a fogadtatáshoz? Hát ha tiszta szívből kellene elmondanom, hogy mit szólok hozzá, akkor el kellene kezdeni sírnom. Mert ez fantasztikus dolog, hogy egy régi bútordarabot így kiállítani. Ez köszönhet az elnökségnek, Ubatov Gábornak. Úgyhogy ezekre a dolgokra ő nagyon odafigyel, és nagyon helyes, hogy... És örülök nagyon, hogy nem felejtettek el, és ami itt van, az mind az enyém, úgyhogy nem ilyen áll díszek vannak, hanem igazi is. És boldog vagyok, hogy ez megtörténhetett velem ebben a korban. És ha már itt minden az öné, ebből a szobából mi a kedvence egyébként? A szobából? Hát az a hajó ott van, ez is hajó, mert annak története van. Eltűntöttek jogtalanul fél évre, játékos voltam, és ha bár egyik vezető azt mondta, kimegyünk, megbeszéljük, és ha visszajössz, kérjél bocsátot, és felfüggesztenek. Visszamentünk, mondtam, hogy nem kérek bocsátot, eltiltottak, és idővel aztán az egyik vezető, az leigolt a múzeumba, nem volt ilyen szép, és kérdezte, hogy valamit, mondja, valamit válasszál itt. Jó, körülnéztem, a hajó tetszett legjobban. Ennek a története az, hogy hozták tengeren túlról a régi fradista, a jó csapat. Mit szól a mostani Ferencváros nemzetközi meneteléséhez?
ehhez mit lehet szólni, csak az, hogy nagyon örülök, és remélem, hogy minél messzebb el tudunk menni. Bízom benne. Mondta ugye a beszédében, hogy sok sikert kíván, hogy akár hasonló sikereket érjenek majd el, mint annak idején önök. Ebben a konferencialigában ezt el tudja képzelni? A mai világban mindent el lehet képzelni, és minden csapatot ki lehet kapni. De nincsenek már az, hogy mind a mi időnkben, hogy azt se tudtuk, hova utazunk, ismeretlen volt, az országot tudtuk. Ott is meg kellett küzdeni, most meg pláne a jó játékosok elszóródnak szanaszéjjel, és erősítik a csapatot, és ezért nagyon nehéz, bármelyik. Nem akarok messze menni a Ferrő-szigetek, igaz? Na, úgyhogy felejtsük el, régen volt, most új élet van, és ezt kell meglovagolni. Így van, akkor Firenzében is lehet esély a Lilák ellen? Mindenhol, amíg nem, a bíró nem fújta le a meccset, addig van. Ez a fiúknak a hozzáállásától függ, és hogy a helyzeteket használjuk ki. Bízom nagyon a fiúkba, drukkolok nekik, mert jó érzés látni azt, hogy hajtanak, mennek, és mindent megtesznek a sikerőre.